A Balatonfüredi Szolgáltató Ipartestület éves közgyűlésén Mahler Wolfgang elnök 33 év után lemondott elnöki tisztségéről. Mahler Wolfgang átesett egy betegségen és meggyengült egészsége miatt nem tudja tovább folytatni a munkát, de mint örökös tiszteletbeli elnök segíti a jelenleg 18 fős testület működését. Ma új elnök kéne választani, mivel én lemondtam. Én voltam múlt hét fönt Pesten, az iposztgyűlésen, és akkor ott meg kellett hallani, hogy felejts már el, Wolfi, a régi idő. Ha nem, mondom, nem figyelte, ha én a régi időről beszélek, akkor az a ma idő. Azt jelenti, nem tanultunk, és nem főfele menjünk, hanem lejjebb. Hol vannak iparosok? Itt csak vállalkozók vannak. És a vállalkozó az lassan a régi, tanult szakma mesterembernek egy csúf szó, hogy vállalkozó. Itt nagyon problematikus az, hogy tudunk mi, azok a mesterek, ki sajnos már ilyen idősek is, mint én vagyok, itt vannak, hogy tudunk ő összehozni, hogy vállalják azt. Mi ráírtunk a zászló, hogy Isten óvja a tisztes ipa. A közgyűlésen részt vett dr. Bóka István polgármester is, aki támogatásáról biztosította a helyi ipartestületet, és megköszönte Mahler Wolfgangnak a munkát. A tagság, mivel nem tudott új elnököt választani, 30 napon belül rendkívüli ülést tart. Addig a két alelnök, Molnár László és Erdei László és a jelölőbizottságba megválasztott Bertalan Tibor tesz javaslatot az új elnök személyére. A közgyűlésen elhangzott, hogy túl nagy bürokrácia nehezíti az ipartestület működését, és a szinte jelképes tagdíj ellenére is nehéz tagokat toborozni a fiatalok között. A közgyűlés elfogadta a pénzügyi beszámolót, és döntött arról is, hogy az év vállalkozója címre Völcsei Zoltánt, a Völcsei Hőtek Kft. Ügyvezetőjét javasolja az önkormányzat felé.